Isti! Na! Szerbusztok srácok, boldog új évet kívánok mindenkinek! Eljött az első videó idén a csatornára. Ez is elképesztő, hogy eljutottunk idáig. Na! A cím nem csal, nem hazugság, elköltöztünk. Erről szeretnék veletek beszélni, mert láttam, hogy nagyon sok kombináció van. Nagyon sok kombináció volt ezzel kapcsolatban, hogy leginkább a gameplay csatornán, hogy miért nincs RP. Na most picit belemennék részletesen, jó? Szóval ugye én Budapesten éltem, jó sokáig, szerintem egy ilyen 6-7 évet alsó hangon. Körülbelül. Most lehet, hogy hülyeséget mondok, de nagyjából úgy, de 6-7 évet kb. Ugye panel lakásban. Na most ezt egy darabig én nagyon szerettem is, megmondom őszintén, ugye Pomázon ugye kertes házban nőttem fel. Hát azért elegem volt belőle nagyon sokszor, főleg amikor leesett a hó, akkor havat lapátolni, akkor füvet nyírni, stb. És akkor jött ez a panel lehetőség, és mondom, hát ez mennyi... Jézus Isten! Hát mondom, ez mennyivel jobb, itt nem kell csinálni semmit, gondok, közös költség, jó éjszakát, kész, ennyi. Igen ám, ez telt egy darabig, hogy milyen fasza. Aztán utána, aki a gameplay csatornát azt követi mondjuk már régebb óta, tudhatja, hogy engem elkezdtek már elég régóta, gyakorlatilag a lakásfelújítás óta, onnantól kezdve engem aktívan csesztetni tulajdonképpen azzal, hogy minden áthallatszik. De hogy így a... Amikor videót veszek fel, gameplayt veszek fel, amikor mit tudom én, bármi van, érted? És odáig jutottunk már, hogy folyamatos csesztetés, tényleg volt olyan hét, amikor háromszor jöttek át, és totálisan kiakadva, és hiába először én még ellenkeztem ennek, ellene mentem, hogy srácok, értem én, de ez egy panel lakás, tehát mondom, én is hallok másokat. De nem, én ordibálok, én órákon keresztül ordibálok, nyilván amúgy egy erősebb orgánumú ember vagyok, én ezzel tisztában is vagyok. Tehát én ezt így vágom, de hát azért, na, és akkor volt, tehát eljutottam egy pontra, amikor elkezdtem mondani, hogy jó, ez így már a tököm tele van, gyakorlatilag még a munkára is rámegy, mert érted, most gondolj bele, hogy leülsz oda, tudom, ezek ilyen kis problémának tűnnek, de csak gondoljatok bele, hogy a munkátok ugye ez, hogy videókat gyártotok. És ugye azokban a videókban általában jókedvűen szerepelsz, mert miért akarnál szomorúan szerepelni ezekben a videókban? Ugye? Vagy ilyen felcseszve, vagy bármi. Miért akarnád átadni a negatív energiákat a nézőknek? Semmi értelme nincsen. Közben mögöttem egy Ratchet Suzuki már itt nagyon tolna lefele. Hát én nem fogok, tesó, hogy neked 100-110-zel menni. Elnézést kérek érte. Maradjunk ennél a 80-nál, jó? Ami még így is sok egyébként, mert hogy 70, sőt most már csak 60 itt. Na mindegy. Tényleg is tol le, tehát szarja le az egészet. Na tessék, kirakom az indexet, mennyi? Nem megy. Jó. Akkor el fogod viselni. Na, és... Szóval kezdett már tököm telelni az egésszel. Eljutottunk már a pontra, hogy már az is zavarta az embereket, hogyha porszívózok. Az alattam lakó öreg úr, akivel én amúgy tök jó kapcsolatot ápoltam, legalábbis elméleti szinten, talált ott a párkányán vagy az erkélyén egy cigarettacsikket, már nekem mutogatta, hogy azt én dobtam le, holott én életemben egy darab cigicsikket nem dobtam le. Maximum legurulhatott egyszer-kétszer, tehát ilyenek, értitek? És akkor van egy pont, amikor már teljesen összeesküdnek ellened, és egyszerűen kiakadnak rád, és minden. Most komolyan ennyire a seggembe kell jönni? Vagy most mi a fasz van? Elnézést, srácok, engem ez baromra szokott frusztrálni, amikor itt tolnak lefele. Figyelj csak, nézd, ennyi, bazd meg. Ennyi. Na, boldog lehetsz. Szóval, engem nagyon kezdett ez már frusztrálni, szörnyen, hogy... Ja, és akkor ugye ülj le úgy oda gameplay videót felvenni, vagy igazából bármilyen videót felvenni a saját lakásodban, ülj oda úgy, hogy akkor te ott ténylegesen jókedvű vagy, és közben meg tudod, hogy minden kurva szavadat hallják a szomszédok. Na, ugye? És akkor ne is menjünk még bele egyéb dolgokban, mondjuk, hogy mit tudom én, mondjuk egy embereset akarnám mondjuk szarni. Ugye? Úgyhogy kezdett elegem lenni a dologból, elkezdtem már nagyjából ilyen 2 éve nézegetni, hogy milyen opciók, alternatívák lennének, és ott olyan árak voltak már akkor is, hogy mondom, úristen, hagyjuk a francba az egészet.
De most már tényleg, most már odáig fajult a dolog, hogy már mit tudom én már, és persze ilyenkor mindenki azt mondja, akinek ezt elmesélem, hogy jó van, jön aztán rúg szájba. Tehát, hogy feljön az alsó, tudom, azt nyilván nem rugott szájba, tehát azért ez nem a középkor, ez nem a trónok harca, hogy valaki szól, és akkor levágod a fejét. Úgyhogy, bazd meg ez az út. Úgyhogy végül is az lett a megoldás, hogy elköltöztünk a picsába. Mert egyszerűen elegem lett ebből az egészből. Én abban nem akarok belemenni, srácok, hogy pontosan melyik település, meg milyen ház, meg én nem fogok ilyen bulvár videókat csinálni, hogy kész van ez, meg az, meg amaz. Inkább csak azért beszélek erről, mert hát ugye nem nagyon tudtatok rólam semmit az elmúlt időszakban. Ez azért egy hosszú projekt volt, tehát hogy ez azért nem úgy működik, mint ahogy mondjuk sok gyermek, kisgyermek fejében mondjuk ez így, kicsit ez visszaveszek a lovakból, mit szóltok, mert hogy kicsit gyorsan megyek. Szóval, hogy mint ahogy a sok ember fejében ez így benne van, vagy gyerekek fejében, hogy hát az meg költöző, jó, hát ez egy hét, nem, és akkor le van tudva. Hát nem igazán, srácok, mert hogy konkrétan ugye meglett ez az új hely, minden lebonyolítva, tök fasza, minden, alapvető vízvezeték szerelési munkálatra kihívtam egy urat, egyébként csak ajánlani tudom, Juhász Mihály. Most bocsánat, hogy bemondtam is a nevedet, de szerintem neked ez nem lesz akkora nagy probléma. Szóval Juhász Mihályt tudom ajánlani. Hát ugye látjátok, hogy Jézus Isten, hogy én most igazából, aki errefele úgy jártas, meg látszik, hogy Gyöngyös Pata, tehát én most Gyöngyösre megyek, tehát itt Gyöngyös környéke, 60 Gyöngyös környékén vállal vízvezeték szerelési munkátokat, és tényleg aranykezű, és elképesztően nagy hála neki, mert hogy... A fürdőszobát és a konyhát, mert ez a kettő egymás mellett lévő, vagy egymás mellett van, elválasztó fal, tehát a konyhát és a fürdőszobát elválasztó fal, így az aljzatban volt természetesen egy csőtörés. Azt akkor jó éjszakát, ez már régóta ott volt, és hát vizesedett a fal, mint a rohadt élet, ez egy 6 cm-es fal volt, úgyhogy lehetett kivenni az egész kurva falat, mert ugye ott vésegették, ugye a konyhai oldalról is kellett, ugye nyilván villanyvezetékek, stb., meg konyhabútor, stb., tehát mit tudom én, és akkor ugye hát már annyira, tehát belevéstek innen-onnan a falba, és konkrétan már lyukacsos volt itt-ott, de jött ki a fal konkrétan a helyéről, és akkor az volt, hogy jó, akkor bontva az egész, és akkor itong 10 cm, tökéletes, akkor már, hogy már szét van bombázva a fürdő, akkor már egy új fürdőszoba, tehát hogy, és akkor itt már ugye látjátok ezt a sztorit, hogy igazából miért is nem volt nekem időm erpézni, és elnézést kérek tényleg mindenkitől, srácok, hogy ez most fontosabb volt az életemben, mint az, hogy mi van a csontos transferrel, mert mondom, nagyon sok ilyen kommentet láttam, hogy mi van már a költözése, mi van, ez a pusholgatás, ez azért egy kicsikét szerintem erős, azt kell, hogy mondjam. A stopptábla az hova mutatott, mit? Gondolom az jobb oldalra szám, nem nekem kell gondolom megállnom. Ez főút. Erre fel annyira még nem vagyok ismerős, megmondom őszintén. Hoppáré! Elkapar az Oktávia! Na, úgyhogy ennyi, és akkor hát ugye láttam én a kommenteket, tényleg itt az RP-vel kapcsolatban, erre is kitérek egy kicsikét, elnézést kérek, az RP-vel kapcsolatban, hogy mi van már, meg hogy én milyen bunkó vagyok, hogy egyszerűen csak így nem beszélek róla, meg kiraktam egy közösségi bejegyzést, és akkor amire elmagyarázom azt, hogy mi történik éppen az életemben. De nem, az sem elég. Tehát, hogy vannak emberek, akinek tényleg így konkrétan fotókat küldjek, vagy videót küldjek, beszámolót küldjek, hogy mi a helyzet. Tehát, hogy... És akkor most erre is ki akarok térni. Ugye a Gameplay csatornán ugye Emilék, ugye akik ugye a Diana asszony és Emil, nyilván nem az igazi nevük ez, vagy Diana asszony? Dehogy is, Ramona, bocsánat, Móna, csak Diana az igazi neve, ugye van már csatornája neki is, YouTube csatornája, stb. És akkor, hát ugye nyilvánvalóan én amúgy szóltam Emilnek előre is, hogy figyelj, most én egy darabig nem nagyon tudok lenni, vagy nem is emlékszem, hogy előre szóltam, mert megmondom őszintén, de közben mindenféleképpen szóltam, talán még voice-ban is beszéltünk, és majd elmagyaráztam neki az egész sztorit, hogy mi a helyzet. Na most ettől függetlenül belenézek néha egy-két videójukba, amit feltöltenek, és látom, hogy odaírják kommentbe, hogy mi a helyzet Istivel, meg hogy mi a helyzet a főnökkel. És akkor ilyen
ilyen, nem is tudom, ilyen passzív-agresszív vibe-okba válaszolnak oda, hogy ja, engedd el, meg hogy, hát azt csak ő tudhatja, hogy mi baja, mi van vele, meg utolsó életjel, meg ilyenek. És akkor nyilván, srácok, belőlem is kijön egy kis izé, hogy itt vagyok egy olyan szituációban, hogy teljes életkörnyezetváltozás, de teljes 6 millió stresszfaktor, mert azért ez nem csak annyi, hogy jó van egy új helyed, odamész, azt akkor ott vagy. Hanem akkor készítsd elő ugye az életkörülményedet, készíts elő mindent, tanulj meg új dolgokat, mert amúgy egy csomó dolog még nekünk még mindig új, ugye? Ilyen szivattyú, olyan izé, alófasz, mit tudom én mi, hideg van, nincs hideg, oké, kutya, ugye van két kutya, ők akkor hogy lesznek, hova, milyen rutin, mikor megyünk ki, stb. Macska, hol lesz a macska, mi lesz vele, hogy lesz, mint lesz, egyébként Jordi nagyon jól van, és a kutyák is, hála jó Istennek, nagyon élvezik ezt a vidéki levegőt, és egyébként én is, illetve mi is baromira élvezzük ezt a... Olyan szinten kus van, hogy az nem igaz. Tehát, hogy alig vannak azon a településen, ahova költöztünk. Imádom. Tehát, és a Budapestből is már ennyire már elég volt, teljesen elegem volt belőle, hogy ez a... Az minden négyzetmilliméteren van 600 ezer ember, azért az kicsinál egy kicsikét, megmondom őszintén. Tehát az eléggé meg tud ölni már egy ponton túl. Na mindegy, Emilékre visszatérve, szóval nem értem ezt a hozzáállást, amikor amíg csináltuk ugye a céget az RP-ben, meg ment, meg minden, addig úgy tök jó volt, ugye még ott be is osztottam a YouTube csatornáját, tökre izé, teljes szívből, nem is ő kért meg rá, hanem csak én magamtól, és akkor történik valami az életemben, elnézést kérek, és akkor ők most hirtelen nem tudják, hogy jaj, hát most a játékbeli cég, azzal most mi van, meg mit tudom én mi. És így, srácok, tehát azért értem én, hogy RP meg minden, de bazd meg, ez akkor is egy játék. Ez egy játék, nem a való élet. És alapvetően sok minden nem befolyásol az, hogy a játékban mi történik az életedben. Értitek? Szerintem ez lenne az egészséges hozzáállás, nem pedig az, hogy nézők részéről az aggodalom, hogy jaj, szegény Emilék, most vajon mi van, remélem azért nem voltál gerinctelen velük, meg izé. És így miről beszélünk? Amikor a való életben én így pörgetem ki a nagy lóvékat ilyen-olyan melósnak, hogy csinálja ezt, csinálja azt, így legyen, úgy legyen, mit tudom én mi, és akkor közben azt kell olvasgatnom, hogy jaj, nem tudják, hogy hogyan, hogy most mi van a játékbeli céggel, és így srácok, azért nem áll, jó? Tehát azért az életemnek a fókusza nem az, hogy az RP-ben én vagyok a csontos Sámuel. Szóval könyörgöm, ezt ne gondolja senki, hogy én... Tehát, és egyébként valamilyen szinten én azt látom, hogy azért ez az RP amúgy el tud menni egy baromi egészségtelen irányba is. Szóval szerintem van egy csomó olyan ember, aki így egészen konkrétan ott éli a fő életét kvázi, hogy alig várja, hogy végre letudhassa a kötelezettségeit, már egyáltalán végzi őket, és akkor rohanhasson izé maffia főnököt játszani, vagy bármi ilyesmi. Én ezt totál el tudom képzelni. Így a dolgokkal kapcsolatban. Nem azt mondom, hogy ez az általános, csak hogy van ez így. Jó, úgyhogy én nem értem Emiléknek ezt a tehát ez a megértésnek a hát ugye amikor Emillel beszéltem voice-ba, akkor úgy azt hallottam, hogy megértő, nyilván elnézést is kértem tőle, tehát nem úgy mentem oda, hogy bazd meg, mit képzel, tehát nem voltam köcsög, de azóta mégis így a kommentekre úgy válaszolgatnak, hogy ilyen szurkálódósan, meg nem tudom, mit tudom én mi. Na mindegy is, jó szórakozást akkor további játékhoz, aztán kész, ennyi, nem tudok mit mondani erre. Jó, úgyhogy egyelőre hál' Istennek nagyon jó minden, lassacskán kezdünk már belerázódni az életbe is, de ugye tényleg, az életünk az most dobozokban van, tényleg azt se tudjuk sok esetben, hogy mi hol van. Valamikor 30-40 percen keresztül kell keresgetni valamit. Például tegnapi nap folyamán találtam meg a kameráimat. Csak így mondom. És akkor még nem is érintettem egy csomó stresszfaktort, amivel ez járt, mert nem szeretnék azért minden részletre kitérni. Voltak azért, na, volt bőven. És akkor elnézést kérek tényleg, hogy hát most RP az most nincsen. Ugyanakkor a Gameplay csatornára azért készültem azzal, hogy amikor még mentek ezek a munkálati folyamatok, én ugye járkáltam le ide Budapestről,
És akkor közben, amikor éppen volt egy kis szabadidőm, akkor nekiálltam felvenni Need for Speed Unbound gameplayeket, hogy azért valami legyen már a csatornán, hogy ne legyetek teljesen. De hogy attól függetlenül akkor is van olyan ember, aki beléd áll, beléd kérdez, hogy mi a szar van, miért nincsen RP. Na, de erről majd még a gameplay csatornán is fogok beszélni, mert azért mégiscsak ott lenne ugye több értelme. Jó, beérkeztünk Gyöngyösre. És egyébként az Obiba megyek, mert hogy kell egy pár cucc. Azért azt oda teszem. Kell egy pár cucc. És tényleg teljesen más életmód, srácok. Szóval tényleg az, hogy végre az a bánat felső szomszéd... Hopp, egy gyalogátkelő hely. Itt most nincs senki. Nagyon megtévesztő tud lenni a gyalogátkelő hely, srácok. Szóval ugye volt már erről videóm amúgy korábban is. És... ugye akkor gyalogos szemmel nézegettem, meg autós szemmel is amúgy, tényleg van, amikor random csak így jobbról megjelenik egy gyalogos, és akkor beleáll, és átmegy szó nélkül, van, amikor megállsz, és nem is jön. Tehát azért ezeknél a gyalogátkelőknél tényleg baromira kell vigyázni. Itt most még jó a helyzet, amúgy most vasárnap van, tehát konkrétan sehol senki, hála jó Istennek. De hát főleg ugye Budapesten, ott meg aztán pláne. Tehát... alapból én mindig azt szoktam csinálni. Nagyon ritkán van az a szituáció, amikor látom, hogy ott állnak, ugye itt mondjuk gyalogátkelőhely van, mondjuk itt, ott állnak mondjuk a tábla mellett, és akkor már így elkezdek lassítani, és akkor valamikor elkezdi mutogatni, hogy menjél, és én meg úgy nézek, hogy oké, én pedig megállnék, meg stb. Úgyhogy, ja, ezek a gyalogátkelőhelyek, ezek trükkösek tudnak lenni. Meg hát ugye az a kedvencem egyébként, amikor mondjuk valaki elindul, és mondjuk elejt valamit, vagy bármi ilyesmi történik, és akkor elkezdenek dudálni, amikor szedi össze a dolgokat. Tehát, hogy még jobban összeszarja magát, sok értelme van. De hát tényleg igazából sok mindent nem tudsz csinálni, látod, hogy lesz majd gyalogátkelő hely, mérsékled a sebességedet, aztán jó világ van. És akkor igazából nem lesz baj, nekem még soha nem volt semmi problémám ebből. De ugye ezek, hogy például ott is ott van egy bokor. Érted, ott van egy bokor, simán lehet mögötte bárki. Ez a legnagyobb para. Meg ugye főleg belvárosban, Budapesten, ahol parkolgatnak jobb meg bal oldalon, mint egyirányú utcákba, vagy nem tudom, valami ilyesmikbe. Itt kell kimennem. És akkor az autó mögül simán ki tudnak ugrani. Na, az is egy jobb dolog szokani. Szóval valamikor én már akkor lassítok, amiért nem is látok senkit, hogy ott van ott valaki, de inkább lassítok, mert mondom, a franc tudja, mikor ugrik ki valaki. Volt is egyszer egy ilyen szituáció pont ott az Őrmezői lakótelepen, ugye? Szóval, ja, ezeknél nagyon észre kell menni. Jó sok gyalogátkelő hely van. Jó, szóval hála Istennek végre valahána azt a bánatot, aki a felső szomszéd volt, és a megértés legkisebb fokát sem kaptam meg tőle soha a büdös életbe. Mindezt úgy, hogy én még volt, hogy segítettem is nekik egyébként. Ráadásul volt, hogy beáztam felőlük, És akkor, bazd meg, nem tudom, szerda csütörtökön 3:30-kor küldi a hangüzenetet nekem, mert megadtam nekik a telefonszámomat is, pedig mennyire nem voltam rákötelezve, ugye? Tehát én nagyon sokáig próbáltam partner lenni velük. Baromi sokáig próbálkoztam egy normális kapcsolatot kialakítani velük, esélytelen volt. Tehát egészen konkrétan ott, abban a paneltömbben összefognak ellened, és addig cseszegetnek, amíg el nem üldöznek. És lehet azt mondani, hogy ők nyertek, lehet ezt mondani tényleg, de soha többet, bazeg. És tudod, és akkor benne van az a gondolat, hogy amúgy nem is akarsz már panelba, másik panelba átmenni, mert ott is kifogsz egy ilyet, akkor az csodálatos lesz. Alapból a panellakások azok ilyenek, tényleg mindent hallasz, a másiknak tényleg a fingását hallott konkrétan. Szóval, ja, srácok, vezetős dolgok azok most már ilyen vidéki flash-ek lesznek, mert egész egyszerűen tényleg én besokaltam már Budapesttől. Tehát maga az, hogy beülsz az autóba, a tömegközlekedés az jól működik, aláírom, de ha már autó tulajdonos vagy, akkor miért vennél még egy BKV bérletet is, vagy BKK bérletet is pluszban, ugye? Tehát, hogy az, hogy beülsz az autóba, főleg ugye onnan, ahonnan én jöttem be mindig, alas hangon az, hogy 1/2 óra, míg te beérsz Budapestre, sok értelmét nem látom. Persze itt a kilométerek nagyobbak, ugye a távok nagyobbak itt kint, mint Budapesten, és igazából a 1/2 óra az ugyanúgy 1/2 óra marad, de ennyi. Ja, srácok, úgyhogy
nagyjából ennyit így a költözéssel kapcsolatban. Rendben vagyunk, jól vagyunk, szokjuk, azért tényleg ez egy teljesen más kategória. Tehát azért voltak ugye paráink is, mai napig is úgy akadnak azért olyan izgalmas pillanatok, tehát meg kell szokni, tehát főleg nekem, tehát nem is tudom, mikor tegnap laktunk egy kertes házban ilyen 10 éve, 6-7 éve kb. Jó napot, csókolom, csókolom. Annyira jó az Zobi amúgy, tehát a Biatorbágyi Obi parkolóba konkrétan megőrülsz, amikor leparkolsz, mert hogy kb. Egy darab hely nincsen soha. Ja, srácok, úgyhogy ennyi, nagyon szépen köszönöm a türelmet, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, meg hogy türelmesek vagytok. Tényleg ez a szituáció van, szóval jó meló után vagyunk, tényleg, de megy tovább az élet, hál' Istennek. Az a nagy mázlink egyébként, hogy nem ez a brutális hideg van, brutális tél van, ugye télen általában az emberek nem szoktak költözni, hát nálunk ez most így alakult, de ezért lehetett volna egy sokkal szívás, nagyobb szívás is. Tehát azért a napközbeni 1-2 fokok most, amik most jönnek, meg hát az éjszaka azért lesznek 7-8 fokok is elvileg, de azért ezek már sokkal vállalhatóbb sztorik szerintem. Vagy sokkal jobb, lehetne sokkal nagyobb cink is, megmondom őszintén az egész. Na, mindenesetre ideértem. Köszönöm a figyelmet, srácok! A gameplay csatornán hamarosan mennek tovább a videók. Itt a főcsatornán is fognak érkezni a videók, amikor éppen kitálok valamit. Úgyhogy kösz szépen a figyelmet, srácok! Sziasztok! Jöhet az out! Ró! Remélem, srácok, hogy élveztétek a videót. A leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti Butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek! Hey.